Szegény csizmadia a nagy Pest városában, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Azért nem tudott semmi gazdagságra jutni János mester, mert Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben született neki egy gyermeke. Uram, Istenem, te megáldottál engemet! Sóhajt az ég gyakran János mester, mint az újabb számára, amint lőnhat. Gyertek ide, körény, gyertek ide! Lőnét! Gyere, kislányom, ide! A sor végére, de azért szeretetbe. Lő 8. Gyere, te kis fürge, te kis aranyos, gyere ide, kincsem, gyere. Aranyos. Egyszer azután eljöve a 9., az asszony meghalt. János mester egyedül maradt a 9 gyermek alapjában. Jaj, gyermekeim, mi lesz így velünk? Én, Istenem, de megállottál. Ha nem tudjátok, hogy mit csinálom most, bemegyek a városba nektek ajándékot venni karácsonyra. Jó, de jó! De nagyon jók legyetek, ne rosszalkodjatok. Jók leszünk! Örülnek ott fenn a mennyben.
neknek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja menni. Ez a gazdag úr éppen 8. szobájában ült az este, és azon gondolkozott. Miért nincs az életnek íze? Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs egy nagy tágas szobákban elég levegő? Miért nincs a ruhanyos ágyban csendes álom? János mester földszinti szobájából elkezdett elég lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl hozzá, a vidámságra ösztönző néhány. Jézus születése napján, Józsika, hát Józsika, az
anyja kedvence volt, tiszta az anyja formája. Hát forogja szerint szegény asszony a sírjában, hogy bárkinek odaadnám. És itt van Palika. Hát annyira kis vidám gyerek, körbe-körbe szaladja a családot. Nem tudnánk vele nélkül, mit csinálni itthon. És aztán van még két apró kis korony. Magának nem való ilyen. Gyerekek, ki szeretne uraság előtt? Ki szeretne felköltözni az urasághoz? Kocsival járni, külföldre menni, jókat enni? Nem. A gyerekek mind az apjukhoz húzódtak. János mester nem állhatta tovább. Oda gurult közé, átnyalábolta valamennyit, és elkezdett a fejükre sírni. Azon pedig vele együtt. Beszéljek az uraságban, valahogy megegyezek vele. Nagyságos uram, lehetetlen kértőre. Nem adhatom oda senkinek ezeket a gyerekeket. A jó Isten adta őket, egyet kell, hogy maradjunk. Akkor legalább annyit tegyen meg kedvemért, hogy nem énekel többet gyermekével. És fogadjon el tőlem ezer pengő, ezért az áldozatért. Nagyságos uram, ezer pengő. Soha nem láttam még ennyi pénzt. Rendben, megígérem, nem énekelünk többet. Remélem is. Alá szolgálj, nagyságos uram! Gyerekek, képzeljétek el! Ezen pengőt kaptunk az utasától. De nem énekelhetünk a gyerekek. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni. János mester pedig nagyon bámult, azaz ismeretlen alakú 1000 forintos bankból, és azután elcsukta azt a ládájába, kulcsot a zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. Ó, taníts meg arra a szép énekre újra! Drága gyerekem, nem énekelhetünk. Ilyen egyenségre jutottam az utasággal. Azután leült húzogva a törvényhez. Elkezdett szabdalni. Addig haragolni, addig szabdalni. Míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dudolni. Karácsonynak éjszakája. Először a szájára jutott, hanem azután megharagudott, nagyot ütött a tőkére. Kirúgta maga alul a széket, kinyitotta a ládát, kivette az 1000 forintot, és futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz. Jó estét! Jó estét kívánok! Kérem, jelentsen meg a hatóságot! Bejelentem. Amen! Ki csönget ilyen késő este? János mester az ura, mit akarsz? Jöjjön be! Jó estét kívánok, hatóságos uram! Alá szolgálja! Kérem, vegye vissza tőlem ezt az 1000 pengőt! Hadd ne legyen enyém a pénz! Hadd énekeljek akkor a gyerekeimmel, amikor én akarok. Ők is szeretnek énekelni, és ez az egyetlen örömünk van. Kérem, bocsásson meg nekünk. Alá szolgálja. Azzal letette az asztalra a bankót, és nyargolt vissza a többihez. Sorba csinálta valamelyik középült alacsony székére, és rákezdett tiszta szívből énekelni. Karácsonynak éjszaká. Mama, nem szabad énekelni! Drága gyerekek, most voltam az uraságnál, visszaadtam az 1000 pengőt, és énekelhetünk ismét. Karácsonynak éjszaká. Mi való van ebben a nagy, nagy világban? Az